Jó napot kívánok! Nagy Andrea vagyok, az Erdély Magyar Televízió kolozsvári tudósítója. Szeretettel köszöntöm a Facebook követőket. Itt állunk a Kolozsvári Magyar Színház színpadán Ilényi Katica hegedű művésszel. A megnyitó előtt állunk, pár kérdést fogok feltenni a művésznőnek. Hogyan, milyen kapcsolatban van ön a hangszerrel? Nagyon-nagyon régi kapcsolatban, hát 3,5 éves koromban adta édesapám a kezembe. El sem merem mondani már, hogy ez hány éve van. Ő volt az első tanárom, és nálunk mindenki muzsikus a családban, úgyhogy ez volt a természetes. Nem is tudtam, hogy az emberek nem hegedülnek mind. Mikor az óvodába bekerültem, csodálkoztam, hogy csak én hegedülök, mert nálunk ugye testvéreim is, édesapám, édesanyám is, mindenki muzsikus. Úgyhogy hát testem része. És mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik az álmaikat követik? Azt üzenem nekik, hogy ha bárki el akarja tiporni az álmaikat, vagy azt mondják, hogy te ezt ne csináld, mert nem neked való, te nem vagy elég tehetséges, nem vagy elég jó vagy. Tehát, hogyha próbálják gáncsolni az embert, mert sok irigy van, meg sok féltékenykedés van, nehéz ez a szakma. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy te inkább ne csináld, ne adja fel, mert nagyon nagy részben rajtunk múlik. Nekem én nagyon sok mindent csinálok színpadon, énekelek, hegedülök, tereminezem, táncolok. Mindegy, a teremint leszámítva, mindegyik művészeti ágazat, melyel foglalkozom, mindig volt ember, aki azt mondta, hogy nem, te inkább ne csináld, lehet, hogy nem neked való. És szerencsére nem engedtem. És azt üzenem a fiataloknak, hogy amik az álmaik, menjenek utána, és ne adják föl, és szorgalommal, kitartással nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el lehet érni. Szóval én igazából bátorítanám a fiatalokat, a növendégeket is mindig bátorítom. A lelkünkkel dolgozunk, a lelkünkkel játszunk, hinni kell magunkban nagyon. És milyennek látja az erdélyi közönséget? Nagyon szeretek ide járni. Most már nem először vagyok itt, mármint Kolozsváron először, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas pillanat az életemben. De amikor Erdélyben megérkezik az ember, akkor valami olyan határtalan szeretettel fogadnak bennünket, hogy megható. Tehát Magyarországon ezt a fajta vendéglátást, vendégszeretetet, ugye hát persze egy nagyvárosból jövök Budapestre, ez persze, hogy más, de ezt mi nem ismerjük, és mindig úgy újból és újból rácsodálkozom arra az őszinte szeretetre, ami rettenetesen jól esik. Köszönjük nagyon szépen a válaszokat, és minden kedves nézőt szeretettel várunk a Kolozsvári Magyar Napokra.